Szeretettel köszöntöm a sajtó képviselőit, és nagyon-nagyon örülök, hogy ilyen nagy az érdeklődés, és ilyen nagy számmal megjelentetek. Köszöntöm a színészeket, akiknek nagyon köszönöm a körbevezetést, és nagyon örülök, hogy itt vannak a vendégprodukció rendezői, a Narratíva csoport, és hát a három előadásnak a rendezői, aki a Radnóti színeiben fog itt bemutatkozni a Tesla laborban. Minden pátosz nélkül mondom, hogy rendkívül fontos pillanat részesei vagyunk. És én most ebben szeretnék osztozni veletek. Egy olyan új alkotói térbázis születik, ami azt gondolom, hogy különösen nagy jelentőségű, különösen egy ilyen színház életében, akit a legkisebb fővárosi közszínháznak szoktunk nevezni a Radnóti esetében. A Radnóti Színháznak régi vágya, hogy egy alternatív játszóhelyen rendelkezzen. Ezt már elkezdtük tavaly, amikor a Keresem Jobb próbatermünket átalakítottuk, felújítottuk és átadtuk. Nem lehet elégszer elmondanom, hogy nem a Radnóti Színház építkezik, nem a Radnóti Színházat újítjuk fel, hanem a színházunk mögött a Paulai Ede utcában zajlik egy építkezés, így már második éve. Ez érinti a működésünket, és így a lecsökkentett színpadméretünk miatt játszunk második évad a 6-7 helyszínen. Az, hogy a Radnótin kívül legyen még egy állandó játszóhelyünk, ez igazán nem nagyzási mánia, hanem stratégiai döntés. Mi ezt a helységet béreljük, szándékaink szerint hosszú távon. Ezért is fektettünk bele a 2 évvel ezelőtt kapott EMI támogatásból a felújításba, és így született meg az a tér, amit most már remélem, hogy mindenki látott. Ez egy 180 fő befogadására alkalmas színháztér, hozzá megfelelő infrastruktúra és a nézők fogadására illő kortárs tér. Ez ugye nem így nézett ki, mi alakítottuk ki, és ezúttal köszönöm Fónagy Dórának, aki ebben segítségünkre volt. A Solinfo a lámpáival, a Multifeld, a Nemesvallal és a Hanabi motorok, valamint Kárpitos és Lakatos csapat mindannyian nagyon gyorsak voltak, hiszen ezt a teret szeptember 15-én kezdtük el kialakítani így együtt. Én azt hiszem, ez a mai építőipari viszonyok között elég jó teljesítmény, hogy ezt így sikerült létrehoznunk. És tehát nem csak a gyorsaságukkal, hanem színházbarát kedvezményes áraikkal támogattak minket, hogy olyan tér jöhessen létre, mint a Radnóti küldetése, egy nyitott 21. századi és inspiratív tér. A Radnóti idei repertoárjában 3 bemutatót terveztünk ide. A mellettem ülő rendezők beszélnek majd erről pár mondatban. Szilágyi Bálint, időrendi sorrendben mondom, hogy a Csillagképek bemutatója már megvolt. Alföldi Roberttel most próbáljuk a Vágy című színdarabot, és Svetje Mihály fogja rendezni a Ginát. Nagyon fontos, hogy itt ülnek mellettem 4-en, akik a Narratíva csoport képviselői, nekik 4 új bemutatójukat láthatjátok majd a Tesla laborban. Hegymegi Máté, Kovács Zsé Dániel, Szentecki Zipes, Bas Andrea. És akkor egy picit beszélnék arról, hogy hány lábon is áll maga a Tesla labor. A színházunk szándéka az, tehát, hogy lehetőséget adjon független társulatoknak olyan produkciók továbbjátszására, amelyek bizonyos okok miatt már nem tudnának egyébként tovább élni, ott, ahol megszülettek. Ebben az évadban így itt látható, csak itt látható az Elhanyagolt férfi szépségek Újvári Milán és Andrássy Máté előadásában, a Hinták Galgóczi Judit rendezésében, és Pass Andrea a Napraforgója, ami számos díjat nyert, vagy szintén a sok díjat nyert Magyar Akác, amit Kelemen Kristóf színházunk dramaturgia rendezett. Egyébként ők jelenleg is Münchenben vendégszerepelnek. Kezdjük el az új bemutatóknak a bemutatkozását. Akkor én időrendi sorrendben kérem először Szilágyi Bálintot, ugye a Csillagképek rendezője, és ez a bemutató már megvolt. Igen, mivel bent vagyunk. Köszöntök mindenkit. Hát nagyon-nagyon megtiszteltetés nekünk, hogy ez a mi produkciónk lehetett az első, amit akár már most szombaton meg is tudnak tekinteni. Ez egy kétszereplős darab. Lovas Rózi, aki a társulatban játszik, és Brass Bence,
aki meg vendégként játszik most itt, hogy csinálják ketten ezt az előadást. Én csak először azt akarom mondani, hogy végtelen büszke vagyok, hogy egy ilyen karéban ülhetek. Az ember még idősödve állandóan attól fél, hogy annyira begyöpösödik, hogy ugyanazt fogják rá mondani, mint amit ő mondott fiatalabb korában az idősebb kollégákra. Tehát, hogy már ez nekem szimbolikus is, hogy ezekkel a hölgyekkel és urakkal ülhetek így egy karéba, úgyhogy némi remény van még bennem saját magam iránt. Én nagyon örülök, hogy újra a Radnótin dolgozhatok, de azt hiszem, hogy azt merem mondani, meg mondtam már többet, tehát én teljesen otthon vagyok itt. Ezt egyébként köszönöm mindenkinek, hogy tényleg minden pillanatban otthon érezhetem magam a Radnótin. A Radnótiban és most a Teslában. Nagyon érdekes a térnek, mert négyszer akkora, mint a Radnóti színpada, úgyhogy teljesen Ben Hur jellegű előadásokat lehet itt majd csinálni. A Radnótihoz képest, ahol tényleg sokszor küzdünk azzal, hogy hol jöjjön be még két ember, ha már kettő bent van. Főleg most, ahol még kisebb a színpad. Az mindig jó, ha az én... De egyébként is jó, de én meg különösen szeretem azt, hogyha lehet játszani olyan szempontból a térrel, hogy ez a bizonyos voyeur-ködés, vagy voyeur-hozzáállás, vagy nézőpont, vagy ez a kukucskálás nézőpont, ez megszűnik. Ugye egyre inkább ezt keressük mi színháziak, fiatalok különösen, bátran mernek mindenhova menni. Ilyen időskorban az ember már csak egy színházszerű nagyobb térbe mer menni. De hogy nagyon jó ez, hogy másféle gondolkodást enged meg ez a tér, illetve hogy felszabadít csomó minden alól, akkor, hogyha az ember egy nagyon klasszikus színházi térben dolgozik. Azon gondolkoztam, és nagyon szigyelem magam, én nem tudom, hogy mikor írta a Krötz a vágyat. Sondor, gyanom, hogy a 80-as évek végén, de ennek után meg utána fogok nézni. Ismerős lehet a színdarab, ezt Asher Tamás rendezte körülbelül 15-20 éve a Thália stúdiójában, és egy elég jól menő, jó hírű előadás volt. Bízom benne, hogy a miénk is ilyen lesz. Ez egy négy szereplős szerelmi történet. Sejdes Zoltán, Kovács Adél, Vilmányi Bennett és Bata Éva vendégként játsza. Már próbálunk 4 napja, nagyon jól érezzük magunkat. Remélem, hogy ez így is fog maradni. Hogy miről szól a színdarab, ezt talán nem mondanám el, nem lövöm le a poént. Finoman fogalmazok, de megpróbálok nagyon pontosan fogalmazni. Ez talán azt kutatja ez a színdarab, hogy hogyan és miként keverjük össze elkeseredésünkben, magányunkban, elhagyatottságunkban és szeretet hiányunkban az ösztönt, a szexualitást, az intimitással, a szerelemmel és az összetartozással. Nem beszél mellé a szerző, sem verbálisan, sem pedig akcióilag. Tehát biztos lehet majd mindenféle dolgokat hallani. Azon kívül is még vannak benne dolgok, amit majd lehet hallani. Annyi mentségem van, nem én találtam ki. Ez le van írva. Úgyhogy most teljesen szöveghűen és szerzőhűen fogom az adott színdarabot megrendezni. A barátaimmal próbálok, és ez nagyon jó. És hát, hogy így a témából is adódóan, és egyébként is egy karácsony ajándékként szeretném majd a nézőknek december 21-én átmutatni. Én annyiból vagyok kakuktojás itt ebben a társaságban, hogy nekem a hátterem az elsősorban filmes, és nem színházas, de az utóbbi időben egy kicsit már foglalkozom színházzal is, és alapvetően az eddigi filmjeim ezek mindig ilyen szerzői filmek voltak, ami azt jelenti, hogy a forgatókönyv vagy a történet kitalálása is beletartozott, és itt is egy ilyen munkába fogok belevágni, abban a különbséggel, hogy azt határoztuk meg magunknak itt előzetesen, hogy ez egy olyan próbafolyamat lesz, ahol a történetnek egy vázlatával fogok érkezni, és a színészekkel közösen találjuk ki pontosan a jeleneteket is, meg még menet közben is alakulhat a történet maga.
Az alaphelyzet az egy nagyon kortárs téma, tulajdonképpen arról szól, hogy egy körülbelül 10 tagú fiú társaság egy házi buliban egy fiatal lányt begyináztat, ezért is ez a címe a darabnak, és egyáltalán, vagy velük csak nagyon picit fogunk foglalkozni, tehát a fiatalokkal, hanem azt fogjuk megnézni, vagy arra fókuszálunk, hogy milyen lehet azoknak a fiúgyerekeknek a szüleinek lenni, akik azzal szembesülnek, hogy a gyerekük részt vett egy ilyen csoportos abúzusban. A narratíva egy olyan megosztott gondolkodási séma, amely értelemmel ruház fel történéseket, vagy bármilyen az emberi idegrendszer térő ingereket. A narratíva időben struktúrált, okokozati kapcsolatokat teremtő események sorozataként beszéli el az emberiség tapasztalatait. A narratíva mi vagyunk. A narratíva négy rendező összefogása. A narratíva egy állandó társulattal rendelkező színház ígérete. A narratíva olyan számunkra inspiráló és megszállott alkotók szövetsége, akiket majd egyszer talán ki tudunk fizetni. A narratíva egy olyan közös jövőkép, aminek megvalósítása most indul. Irányelveink 9 pontban. Első pont. A narratíva küldetése 7 évre szól. Hisszük, hogy a meghatározott végponttal rendelkező művészeti együttműködések célirányosabban dolgoznak a törekvéseik eléréséért. Amit tapasztalatban és anyagi forrásban sikerül elérni 7 év alatt, átörökítjük. Az első bemutatónkat követő 7. évad végén feloszlunk, fiatal alkotóknak megadva a struktúránk újra definiálásának lehetőségét. 2. pont. A narratíva kutatásainak, próba folyamatainak és előadásainak célja az ember példavonzolása. Törekedünk az egyéni és társadalmi döntések motivációinak pontos feltárására. Ahol viszont polémiákba ütközünk, ott a megfejthetetlen emberi minőségek színpadi ábrázolása válik feladatunkká. Köszönöm, szerintem ez egy nagyon fontos esemény, úgyhogy induljunk együtt. És én azt hiszem, az elmondottak alapján elmondhatjuk, hogy jó van évválasztás alapból.